amikor a világ jelenlegi állapotát szemléljük, vagy annak elkeserítő nehézségét éljük el, hogy jobbító szándékaink, béketeremtő erőfeszítéseink, a romlásnak és értelmetlen pusztításnak ellenszegülni törekvő küzdelmeink magunkba hullanak, megrekednek, akkor kiemelten fontos, hogy találjunk módot elcsendesedni. A Györfi István Katolikus Általános Iskola mindkét hatodikos osztálya részt vett a keresztúti ájtatosságon. A Magyar Katolikus Lexikon meghatározása szerint a keresztúti ájtatosság elmélkedő imádság, amellyel a hívők fölidézik Jézus keresztútjának történéseit. Végzéséhez hozzátartozik a mozgás, azaz végig kell járni a stációkat, mert ez segíti az átélést és azonosulást a szenvedő Jézussal. Megérthetjük-e valahogy szereteted nagyságát? Értünk vetted válladra a keresztet. Ezért veled együtt szeretnénk átélni szenvedésedet. Töltsd be a szívünket részvéttel, és ébresz bánatot a lelkünkben. Életed árán mostad le bűneinket a lelkünkről. Segíts minket, hogy szenvedésedre emlékezve elhagyjuk bűneinket, és óvjuk teremtett világunkat. A keresztúton nem egy halott emlék előtt tiszteleg a lélek. Jézus szenvedésének és halálának szemlélésében a mindig élő Isten fia és az ő elevenítő lelkének természet fölötti hatásai, kegyelmei adatnak a megfelelő módon közlekedő léleknek. Ezek teremtik azokat a gyümölcsöket, melyek minden keresztény számára szükségesek a saját életének keresztútján. Egyrészt köszönjük meg neki ezt a csodálatos világot, amelyben élünk, másrészt pedig hát kérjünk tőle erőt, segítséget, hogy azért, ami tőlünk telik, azt tegyük meg, hogy ezt a gyönyörű szép világot őrizzük, és így tudjuk átadni a következő generációknak. Egyrészt jó volt itt az egyik fiú, mondta itt, és ez így úgy örültem, hogy mondta az egyik fiú, hogy ez nagyon jó volt. Tehát azt jelenti, hogy ténylegesen megmozdul valami ezekben a gyerekekben, és ténylegesen hát jó úton haladunk, úgy a keresztény nevelés, mint a teremtésvédelem útján. A keresztúti ájtatosságot jellemzően nagy bőjt idején végzik a római katolikus hívek.